A Karaván egy művészeti alapítvány, amely évek óta roma és nem roma fiatalok művészeti oktatását végzi. Gyökerek. Ez volt a címe annak az ifjúsági kezdeményezésnek, amelyet négy ország fiataljaival valósítottak meg Balatonföldváron. Valójában a téma az már adott volt. 2005-ben Friedrichshafenben részt vettünk az első európai színházi kaland nemzetközi színház szakmai workshopon, és ez egy fesztivál is volt egyúttal, egy amatőr színjátszó fesztivál. Ez volt 2005-ben, a Mosoly Alapítvány támogatásával mentünk ki, akkor találták meg a karavánt. És Jonathan Mack nevű programkoordinátor volt az, aki ezt az egészet összefogta. Az volt a legfontosabb a számára, hogy cigány és nem cigány gyerekek, hogy fiatalok közösen gyűjjenek össze, tehát több országból akár, és vitassák meg a problémáikat. És ha van olyan, hogy roma ügy, akkor ugye picit tekintsenek túl a sztereotípiákon, ők maguk, akik egyébként megélői ennek az egész ügynek, és dolgozzanak ki valami pozitív image-et maguknak. Mondok egy példát. Beköltöztünk ide az Üllői út 91B-hez, Bélbe, és az első, amivel kezdtünk, az, hogy jött egy dísznövénytermesztéssel foglalkozó cég, ugye az alapítvány hatókörébe, vagy látókörébe, és azt mondta, hogy megtámogatlak titeket dísznövényekkel, cserepes dísznövényekkel. A mi gyerekeink, akik cigányok, nem cigányok, elindultak ezekkel a dísznövényekkel, és a lakóközösségnek négy emeleten át szétosztották ezeket a dísznövényeket. Mindenki kapott négy cserepes növényt. Tehát, hogy a pozitív image az pontosan az, hogy beköltöztek a idézőjelben véve cigányok egy lakó közösség új részeként, és virágot osztogatnak. Tehát, hogy ez is a része tulajdonképpen. Jó, persze ez egy stratégia egyik eleme, de hogy ilyen jellegű dolgokat találtak ki annak idején 2005-ben, aztán 2006-ban anyagi okoknál fogva nem tudtunk kimenni. És 2007-ben folytatódott ez az egész, ahol már fölvetődött a lehetősége annak, mivel akkor már picit megerősödtünk, hogy esetleg 2008-ban ezt a programot mi csináljuk Magyarországon. És hát ez első év volt, amikor elkerült 21 néhány év után Friedrichshafenből ez a találkozó Magyarországra. És akkor mi vettük át a kezdeményezést, és a Balatonföldvárra vittük, ahol lengyel, német és litván fiatalokkal közösen dolgoztunk ki ilyen jellegű stratégiákat. Egyébként a mi stratégiák a továbbiakban nézve teljesen kidolgozódott. Tehát, hogy a művészeti irányvonalat, a demokratikus fejlődés irányvonalát és az oktatás és képzés irányvonalát nagyon meghatározta. Balatonföldváron akkor négy nemzet fiataljai gyűltek össze. Milyenek voltak a tapasztalatok, a fiatalok hogyan élték meg ezt a közös munkát? De nagyon remélem, hogy jól élték meg. Történt egy hogy is mondják ezt, önfeledtségi indexnek mondom, de szerintem valami egészen mást jelent. Történt egy értékelés. Azt követően, hogy hazamentek, ugye mindenképpen időt akartunk hagyni az ő számukra, amiket aztán feldolgoztunk itthon, és ezek alapján azt kell, hogy mondjam, nagyon jó tapasztalatokkal mentek ők haza, meg nagyon jó élményekkel. Ez volt az egyik része, egy valamivel legyünk azért tisztába. Mert hogy ezek a találkozók, ezek régen is voltak. Tehát az Átkosban is találkoztak, azért Csehországban, Jugoszláviában, nem tudom, voltak ilyen jellegű találkozók. És hát a vége az csak ugyanaz. Tehát azért kicsit kuriózumnak tekinti a német, a magyar embert. Egy kicsit kuriózumnak tekinti a litván, a lengyelt, vagy a németet. Tehát egy ilyen, tehát ez az interkulturális találkozás, hogyha úgy veszük, akkor ez akár testiségben is megnyilvánulhat, meg érzelmekben, ugye inkább érzelmekben legyünk optimisták, de hogy hát a vége az csak az, hogy ezek a fiatalok együtt, közösen csináltak sok mindent. Nem tudom, nem hallottam vissza terhességről, meg egyebekről, úgyhogy erről a részéről nem tudok, de egyébként hát a vége az csak az, hogy együtt érzik magukat. Az más, hogy aztán nagyon klassz kis szakmai programok voltak az ő számukra. Tehát volt egy filmes kurzus, 10 napon át filmeztek, volt egy bohóc színházi kurzus, amikor különféle bohóc technikákat sajátítottak el. Egyébként olyan technikákat, amiket a mindennapi életben használnak. Aztán volt egy színházi, amit, bocsánat, Lendvai Zoltán csinált, a bohóct Greifenstein János, a filmest Detre Gábor, és volt még egy kurzus, ez a mozgás volt, M. Kecskés András csinálta, igen.
Hát azt is nagyon élvezték. Igazából csupa-csupa olyan dolgot tanultak, és hogy rátérjek egy picit a nem formális tanulás részére. Mondok egy példát. Akkor, amikor beszédet tanítunk, akkor ugye az első része ennek a légzés gyakorlat. Hogy akkor ez hogy van. És hát azért egy picit rámegyünk azokra a dolgokra, mert hát nem mindenkiből lesz színész, hála Isten. Hogy kell úgy levegőt venned, hogy mondjuk tompítsd a menstruációs görcseidet. Amikor mozgást tanulnak, hogy kell úgy elesni, hogyha mondjuk 70 évesen, nem tudom, bottal botorkálsz a jégen és elesel, akkor sem ütöd meg magad, tehát konkrétan nem lesz szomnyaktörésed. Tehát, hogy csupa-csupa ilyen gyakorlatias dolgokat tanítunk az ő számukra.